A közel 200 hektáros, 25 kilométer hosszú holcamos partján helyezkedik el Géberjén. A településen a környezeti adottságok miatt népszerű a horgászat, de emellett a Porta Portja program rendszeresen bemutatja a szatmári ízeket is. Azt gondolom, hogy a település ezt az oldalát nagyon jól megmutatta, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, a holcamos értékében lévő horgászturizmus egyre nagyobb fellendülésben van, egyre szebb halak kerülnek horogra, és az, hogy most meg tudunk mutatni egy ilyen vízisportot itt a településen, ez nekünk hatalmas lépés, hiszen erre készülünk, hogy amikor egy ilyen lehetőséggel bekopogtatnak a település ajtaján, akkor maximálisan ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. Itt ugyanis nem csak egy sportprogramról van szó, ez egyben családi rendezvény is. A nemzetközi SUP verseny első helyszínét, a Rétközi tavat már korábban bemutatták. A verseny második állomása azonban nem állóvíz, hanem folyó lesz. Annyiban lesz más a helyszín, hogy egy kicsit trükkösebb. Ugye egy tópartról az elindulás egy kicsivel könnyebb, hiszen vannak a lankás részek, ahol akár bokáig, térdig, majd nyakig érő víz van. Itt az elindulásban lesz a különbség, hiszen ki kell találnunk, hogy a stégről indulunk, vagy pedig az úszómalomtól fog indulni a verseny, és alapvetően még a hosszúságban ugye egy nagyobb vízfelületen könnyebb egy 3 kilométeres vagy egy 1,5 kilométeres szakaszt kialakítani. Nagy valószínűséggel itt egy visszafordított kell csinálnunk, aminek az a különbsége, hogy ott ül egy sportbíró, aki számolja, hogy mindenki megfordult a kanyarba és nem vágta le. Tehát igazából ez a két dolog, a beszállás, az elindulás és a megfordulás lesz az, ami különbözik. Minden egyéb tekintetben ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni a verseny során. A sport megismertetése mellett fontos cél a térség népszerűsítése is. Számos olyan adottsága van a településnek, amelyet sokan még nem ismernek. A Shrek tanya, ami a gyerekeknek óriási kedvence, mellette van a Jékei kúria, de hogyha nem Géberjénről beszélünk szigorúan, akkor az egész szatmári táj sok gyönyörű épülettel, természeti jelenséggel. Én azt gondolom, hogy Magyarországon mi tényleg az ország egyik végén vagyunk, és nem annyira ismer még ez a környezet, ez a tájegység. A holcamos partján egy 10 állomásos mesetanösvényt is kialakítottak, amelyet egy gyermek átlagosan 3,5-4 óra alatt jár be. A táj szépsége azonban a felnőtteket is lenyűgözi. Nem véletlenül volt 18 ezer vendégészaka a településen a koronavírus előtti évben. Egyre több olyan lehetőség van ebbe a térségbe, amit megpróbálunk továbbra is kihasználni, hiszen turisztikai fejlesztési potenciálba gondolkodunk. Része a megyei turisztikai fejlesztésnek, de a legnagyobb állam az, hogy az úgynevezett kisfaludi programba, amely a kormánynak a programja, felkerüljünk, hiszen aki a kisfaludi programba benne van, annak fejlesztési lehetőségei, külön források nyílnak meg. Hát ezért kell nekünk 17-18-20 ezeres vendégészakákat, vendéglátást, ide érkező vendégek számot prezentálni, hogy lehetőségünk legyen egy következő lépcsőfokra. Ez szolgálja majd a nyári SUP verseny is, amelynek során 1800 méteren egy U alakú pályán evezhetnek majd az indulók.